a Mercantil Bank Liga MB2 17. fordulójában. December 3-án este a Tiszakölcskei LC, az Aquitel FC Csákvár csapatát fogadta a Városi Sportcentrum. A mérkőzés előtt hazaiak a tabella 15. helyen, még a Dunántúli együttes a 9. pozícióban várta a folytatást. A mérkőzés első helyzete a Tiszakéske előtt adódott, amikor Kocsis Dominik jobb oldali beadását torvon csúsztatta Ciffelé. Aki rosszul találta el a labdát, így az jócskán elkerült a Pécsi Ármin kapuját. A 20. percben egy jobb oldali csákvári szögletet követően Simon András csúsztatott a Késkei kapu mellé. Ez volt az első vendég lehetőségű meccsen. A 37. percben egy csákvári támadás után Tamás kanyarított középre az érkező gazdag elé, aki nem talált el jó a labdát nagy helyzetben, a kapu fölé szállt a játékszer. A 39. percben előbb az előre húzódó Vicián, majd Bertus lőtt Pécsi Ármin kapujára. Bertus lehetősége többet ígért, mint ami végül lett belőle. Az első fél idő több helyzetet említésre méltó momentumot már nem hozott. A hideg ellenére a helyszínen helyet foglaló szurkolók bíztak benne, hogy jobb második fél időt láthatnak majd a szünetet követően. Bizony, jobb is volt a második játékrész, amelyben a Tiszakéske fordulatszámot váltott. Az 55. percben Torbund jobb oldali beadása után Zamosni előtt még elsuhant a labda, majd Bertus próbálkozott, de a vendég hálóőr helyén volt. Két perccel később újra Késkei tűzi játék volt a csákvári kapu előtt, ezúttal is Torbund húzta meg a jobb oldalon és jutott el lövésig. Alexander a mezőny egyik, hanem a legjobb volt ezen a meccsen a TLC-ben. Rengeteget futott, nem tudták tartani a vendégét. A 67. percben Ciflőt 17 méterről, a labda a jobb alsó sarok mellett suhant el. Ennél a szituációnál is felhődülhetett a Késkei közösség. Érett a gól, és nem sokkal később be is köszöntek a hazaiak. A mezőny legjobbja Torvon Brilliant szóló után lőtte ki a rövid alsó sarkot. Talán egy kicsit a vendégportás is benne volt, de az biztos, ha ez egy top bajnokságban születik, napokig mutogatják a nemzetközi sportcsatornán. Élményszámba ment a Tiszakéskei. A gól után a tiszakéskeiek nem álltak be védekezni, továbbra is lendületben maradtak, megpróbálták rárúgni a második gólt, mégis a csákváriak örülhettek a meccs végén. A második fél időben jó formán egyszer jutottak el a Késkei 16-oson belülre, de akkor gólt szereztek. Egészen pontosan Nagy Zoád, aki cselként állt, és a 92. percben pontot mentett csapatán. Az újabb egy pontnak köszönhetően a TLC maradt féltávon 15. helyen a bajnoki tabellán. Tiszakéskei LC, Csákvár, 1-1.